Újra itt vagyunk, ez még mindig a Sportverde a stúdióban. Ada, Kutasi Kelli, én Tordai István vagyok. A dögös szőke és a piros kabrió. A férfiak nagy részénél ez a képlet ott van a toppon. A nőknél ez hogyan néz ki? Izmos kockahas. És piros kabrió? Tényleg? Nem tudom, én nem gerjedek annyira a kabriókra. Én meg a kockahasra. Where to begin? A képen minden férfi álma látható, a teremtés, szőke csodája, meg a piros kabrió. Miénk a világ? Csakhogy, az autót béreltük, Anita pedig férnél van. Azt hiszem, erre mondják azt, hogy a látszat néha csal. De az élmény így is megvan. Mazda MX-5 RF. Kétféle motor lehet hosszú orrában, mégpedig... Igen. Hamar kérdezte. Bámészkodtam. 1.5-ös és a 2.000-es. Az 1.5-ös 130 lovas, a 2.000-es pedig 160 lovas. Ebben a nagyobbik van. Nagy motor, kis autó, kicsivel több mint 1000 kiló, és ez így nagyszerű párosítás, amely jó hatással van a fogyasztásra is. 8 liter körül, ha tapossuk, ha nem, akkor kevesebb. Figyelem, elcsépelt szó következik. Élményautó. 10-ből 10 ezt mondják rá, de nekünk se jutott jobb eszünkbe. Miért? Mert könnyed, és közben úgy képes sportautó lenni, hogy nem erőszakol meg minket, mint például egy Alfa Romeo 4C. Az RF egyébként az alap vászontetős MX-5-ösnek a kemény tetős változata. Az MX-5 manapság a földkerekség egyik legismertebb roadstere, melyet a japán Mazda gyárt 1989 óta, és amely méltó utódja lett a 60-as évek angol kabrióinak, mint amilyen például a Triumph Spitfire volt. A küllemét tekintve érzéki és masszív, az utastér kellemes, funkcionális, semmit sem kell keresgélni. Egyben és rendben van. 2015-ben a Fiat Chrysler csoport és a Mazda együttműködése alapján született meg a legújabb MX-5-ös, és mellette a Fiat 124 Spider, meg annak tuningolt változata az Abarth. Tehát nem véletlen, hogy a három autó meglehetősen hasonló. Volt szerencsém a Fiat 124 Spiderhez és az Abarthoz is. És mi a sorrend? Hát a legvadabb az Abarth. Nagyon kicsi az egész, nincs 4 méterre hossza, és a csomagtartója is nagyon kicsi. Nem könnyű a kibeszállás, de ha bent vagyunk, akkor már egész jól elférünk. El tudja dobni a hátulját, de ez a kocsi nem erről szól. Valóban nem. A kormányzás pontos, gyors a gázreakció, a futóművének pedig kettős lénye van. Ha kell lágy, ha pedig sportosra vesszük a figurát, akkor feszes. Ára? 6,4-től indul az alap, de az RF az 8-tól. Az MX-5 az autózás esszenciája, és hát párzási időszakban elég sokat hozzá tud tenni az összképhez. Ne legyünk álszentek, így van, vagy nem? Nem tudom.